Négyféle lehetséges viszonyunk lehet Isten törvényéhez, vagy nem ismerjük, és így törvény nélküliek lehetünk, vagy megismerjük Isten törvényét, akár részlegesen, akár mind bővülő mértékben, de nem akarunk kérni belőle, hogy szoktuk mondani, ez nekünk nem kell, én ezt nem fogadom el, hagyjanak békén engem Istennel, meg Bibliával, meg törvényel, én majd a magam törvénye, meg a lelkiismeret törvénye szerint élek olyan élet, Akarok. A harmadik lehetséges változat, hogy elfogadjuk ugyan látszatra Isten törvényét, de megvalósíthatatlannak tartjuk, nehéznek minősítjük, és azt mondjuk, hogy jaj, görnyedezem ez alatt a törvény alatt, de én azért járok templomba, én azért nem vagyok ateista, én azért vallásos vagyok. Ez a törvény alatti állapot. És a negyedik lehetséges viszony, amikor Krisztus törvényében élünk, amikor megmaradunk ő benne, amikor ővele akarunk járni, ugyanazt az életet szeretnénk élni, amelyet Jézus Krisztus bemutatott nekünk. A négy lehetséges viszony közül az elsővel már foglalkoztunk, hogy mi az a törvény nélküliség, meg nincs abszolút törvény nélküliség állapota, hiszen teremtésbeli sajátosságként megkaptuk a lelkiismeretet, és ha más nem, akkor mindenki a maga lelkiismerete törvénye alá kell, hogy álljon. Aztán két nappal ezelőtt elkezdtünk foglalkozni a törvény nélküliség után a törvény áthágásának, a törvény megtaposásának az állapotával, amit sajnos a saját személyes életünkben is elkövethetünk, hát nem mondjuk így feltételes módban, hányszor elkövettük már a törvénytaposást, hogy már kezdtük megismerni Isten törvényeit, kezdtük megismerni a Bibliát, és szembe mentünk, már tudatosan de szerencsére nem hosszú ideig, szerencsére felgyúlt akkor a piros lámpa, hogy ember megállj. De az elmúlt alkalommal tegnap arról is beszéltünk, hogy ez a törvény taposás nem csak az egyéni életben van be, megvan a történelem életében is, hiszen szóval sátán, itt beengedtünk a világba, nem csak egyes emberekben működik, nem csak mindannyiunkban teszi ezt a törvény taposást, hanem intézményt, szervezetet is kifejlesztett arra, hogy a törvény taposásban gyönyörködjék az emberiség. Hogyan leplezi ezt le Pálapostól a második tesszalonikai levél második fejezetében? ne csaljon meg titeket senki semmiképpen, mert nem jön el Krisztusnak a napja, míg nem bekövetkezik előbb a hitehagyás, megjelenik a bűn ember, a törvénytelenség ember, hogy tegnap ezt pontosítottuk, a veszedelemnek fia, tehát a judásra vonatkozó kijelentés, ami kétszer fordul elő a Bibliában, jelz, hogy a kereszténységen belül fog megjelenni, a veszedelemnek fia, aki ellenevetés fölébe emeli magát mindannak, ami Istennek, vagy Isten tiszteletre méltónak mondatik, annyira, hogy maga ül be, mint Isten az Isten templomába, Isten gyanánt mutogatván magát. Nem emlékeztek-e, hogy megmondtam nektek ezeket, mikor még tinálatok voltam? Két-három hétig volt Tesszalonikában Pál, és erre megtanította a Tesszalonika belieket, amiket most a nagy kereszténység nem ismer nem emlékeztek-e, hogy megmondtam nektek ezeket, mikor még tinálatok voltam? És most tudjátok, mi tartja vissza, miért csak a maga idejében fog az megjelenni. Működik ugyan már a törvény szegés, tehát a törvény a törvény taposás, titkos bűne. Csak hogy annak, aki ezt még most visszatartja, félre kell az útból tolatnia. És akkor fog megjelenni a törvénytaposó, akit megemészt az Úr az ő szájának lehelletével, és megsemmisít az ő megjelenésének feltűnésével, akinek eljövetele a sátán ereje által van, a hazugságnak minden hatalmával, jeleivel és csodáival, és a gonoszságnak minden családságával azok között, akik elvesznek, mivel hogy nem fogadták be az igazságnak szeretetét az ő üdvösségükre, és ezért bocsátja rájuk Isten a téveigés erejét, hogy higgyenek a hazugságnak, hogy kárhoztassanak mindazok, akik nem hittek az igazságnak, hanem gyönyörködtek az igazságtalanságban. Döbbenetes kifejezések, de szinte kommentárt nem is kívánnának. Kiv mert mi ez a törvénytelenség, ami intézményesített formában már 1700 éve itt kísér végig bennünket, a előtte hazugságjár, utána hazugságnak gonoszságot, ismét hazugság, magyarázza meg, ismét jön egy gonoszság. A téveigés erejét bocsátotta Isten azokra, akik kikre is, akik gyönyörködnek az igazságtalanságban. Akik nem keresik az igazságot? Az igazság keresése megóv bennünket minden rossztól. Keressük az igazságot, és ne engedjük, hogy tévejegyünk ezen a világon. Isten mindent megadott ahhoz, hogy kérjünk az őserdőből, hogy kérjünk a hazugságoknak, gonoszságoknak a mérhetetlen bozótosából. Igen, mai napod is ennek jegyében teljen el. Keresed az igazságot, mert hogy mondta Bölcs Salamon a példabeszédek könyve 8. fejezetében, akik engem szorgalmasan keresnek, megtalálnak.